Szeretettel köszöntelek titeket. Ebben a beszélgetős sorozatban az egyik első név, aki fölmerült, nem csak bennem, hanem mindannyiunkban, az Péterfi Bori volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Megmondom, hogy miért. Köszönöm. Miért merültél föl? Ugye itt a beszélgetés sorozat az elvárásokról szól, arról, hogy bedarálnak azok minket, vagy tudunk önazonosak maradni, és remélem, hogy ebben meg is válaszoltam, hogy Bori miért jutott eszünkbe, mert azt gondolom, bedarál, hogy... Duró-duró. Nem. Jaj, az a szomorú oldala lenne, de hogy téged valamiért azt érzem, vagy érezzük sokan, hogy nem tudnak bedarálni ezek a dolgok, tehát hogy nem a kikövezett utakon jársz mindig, mersz letérni új dolgokat, kipróbálni, hogy egy ilyen nagyon színes egyéniség vagy, mert legalábbis annak tűnsz kívülről, de remélem, hogy a beszélgetés végére mindenki meg lesz győződve erről. Én ezt maximálisan így érzem, és pont ezért szeretnénk olyan dolgokba is belelátni, amik erről szólnak szakmáról is, ott szerepütközésekről, elvárásokról, anyaságról, párkapcsolatról, tehát hogy egy picit így lássunk benne ebbe. Ugye az első az, ami bennem még amikor nem ismertelek, fölmerült, hogy egyáltalán összeegyeztethető-e az, hogy valaki színésznő és énekesnő. Tudom, hogy ez egy átlagos kérdés. Nekem egyszerűen időrendben is egy óriási dilemma lenne, hiszen annyira kötöttnek látom a színészek életét, és ugyanakkor, hogy amennyi koncertet tartotok, tehát hogy így folyamatosan az merül föl bennem, hogy ott egy banda, aki mondjuk koncertezne, és azt mondod, hogy de te föl... Tehát hogy erről egy picit mesélj, mert hogy ez gyakorlatban hogy néz ki, utálnak-e valahol azért, mert éppen a másikat csinálod? Hát ez nagyon sok lemondás, és végül is az életemnek egy ilyen furcsa alakulása, mert igazából így, ahogy én csinálom, teljes mértékig nem lenne összeegyeztethető. Tehát ugye én így is kezdtem, és nagyon sok frusztrált éven volt emiatt, hogy bedaráltak ezek az elvárások, hogy volt már a zenekaromnak az előd zenekara, ugye az Amorfördögök névre hallgató, ami azért egy kultzenekar volt 2000-es évek elején, és igazából azt végül is el kellett engednem, pontosan azért, mert ugye akkor még a Krétakör társulat, hál' Istennek élt és virult, és hihetetlen sokat utaztunk meg, hát társulati színészként, tehát egy társulatnak a tagja, ott tényleg nem rendelkezel az időddel, tehát az egy édes rabszolgaság, hát van olyan, hogy nem is olyan édes egy idő után, de alapvetően, tehát ez egy kemény pálya. És igazából nekem ezt a fajta szabadságot, ezt nem én hoztam, tehát én ezt nem tudtam megoldani. Tehát ez akkor úgy oldódott meg, hogy végül is ez szívfájdalom és rengeteg sírás és frusztráció, szenvedés végén végül is az volt. Egy ideig úgy működött a zenekar, hogy volt nős meg nőtlen felállás belőle, és akkor a fiúk prunékről is nyomták, és aztán végül is így el kellett ezt engednem. És aztán... Bocs, ez nem volt kérdés, hogy ezt engeded el? Akkor nem, mert azért az, hogy... Tehát akkor, amiben én voltam, tehát a Krétakör társulat azért, aki egy kicsit a színházi kultúrában valamennyire otthon van, azért az nyilván kell, hogy tudja, hogy ez ma már egy ilyen mitosz, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem tényleg az egyik legfontosabb történés volt így a 2000-es években a magyar színházi történelemben, tehát ilyen hihetetlen, amilyen előadásokat csináltunk, szerintem ma sincs, szerintem közelébe se semmi, és ezt tényleg nem elfogultságból mondom, hanem tényleg az így van, meg ezt más is sokan így érzik. De hát a világ is más, tehát tényleg mi úgy, akkor tudtunk úgy dolgozni, hogy tényleg csak ezt csináltuk éjjel-nappal. És hát azt éreztem, hogy ez bármennyire nehéz, és sokszor frusztráló, és nem feltétlenül kaptam mindig olyan szerepet, meg tehát, hogy ez nem egy ilyen mese habbal, azért ez nagyon kemény volt, meg az utazás is. Tehát azért jól hangzik, hogy bejártuk a világot, de azért annak volt néha olyan szakasza, hogy azért az nagyon kemény volt már. De akkor is, hát tehát az annyira nagy dolog volt, hogy azért az fel sem merült, hogy abból kiszállni. És hát annak vége lett, és akkor igazából utána én azt mondtam, hogy én többet nem megyek társulatba, és a zenekar, akkor lett az új zenekar, az arra fogok koncentrálni 100%-ig. És akkor persze az élet ezt nem engedte, mert akkor ugye jött a Nemzeti Színházas felkérés, és akkor onnantól kezdve én egy ilyen lavírozgatásba vagyok, hogy megpróbálok olyan szerepeket elvállalni, amiket azt érzem, hogy nem hagyhatok ki. Persze nagyon sokat kihagyok,
amikért a szívem szakadt meg, és de hát egyszerűen azért sajnos csak egy van belőlem, pedig mindent megteszek, hogy több legyen. Igen, de akkor az reális, amit kérdezek, hogy van olyan, hogy fellépésed van, színházban, de kapnátok egy koncertfellépést, és neked azt kell mondanod, hogy akkor miattad. Van, hát borzasztó nagy, tehát az egyeztetés az mindig egy külön őrület, és hát nyilván ezért nagyon sok jó színházi felkéréstől el is esem, mert tudják rólam, hogy nehezen vagyok egyeztető, hétvégén koncertem van. Szóval hát igen, ezt el kellett döntenem, és én eldöntöttem, hogy nekem most tehát a zenekart teszem előre. Ezt akartam kérdezni, hogy melyik fáj jobban, hogyha koncertet kell lemondani, vagy hogyha... Hát nem akarok már ezen gondolkozni, tudod, hogy mi fáj, mert akkor ezért sírhatnék egész nap, hogy igen. Nem, vagy nyilván nem tudom, hányszor kérdezhették meg tőled, hogy melyik vagy inkább, igen. Ugye, hogy énekesnő vagy színésznő. Én a színésznőt éreztem erősebbnek a nyilatkozataidból, hogy talán aként, vagy... Hát nem tudom, mert nem, közben meg az, mindig, amikor erről beszélek, akkor mindig az a vége, hogy nincs jobb annál, mint az ember egy rock and roll zenekar élén van. És főleg így most ezekben a covidos időkben, már ilyen ülök a székbe, és ilyen nosztalgikusan mesélek erről, hogy volt olyan régen, gyerekek, amikor rengeteg ember volt, sok-sok ezer, és ott az énekes beleugorhatott a tömegbe. És ez kinek a mondása? Igen, ez tudom, hogy... Hát nem, hanem, hogy ez tényleg, hogy ez most nem tudhatjuk, hogy lesz-e még ilyen. Hát azért lesz, reméljük, hogy lesz. Én egyébként hát akkor szerettem beléd ugye teljesen, amikor egy koncerteden voltam, és hát elképesztő, hogy milyen hangulatot teremtettél, de pont ezért fölmerül bennem, hogy így kívülről nézve annyira eltérőnek tűnik a két hivatás, bár előadó művészet, de hogy a színészről mindig az jut az ember eszébe, hogy ott megírtak neki egy szerepet, ott meg az jutott eszembe, hogy megírtál magadnak adott esetben egy dalszöveget, és hogy hát nagyon adtad magadat, ugye ott annyira zabolátlan az őszinte, ösztönös, szenvedélyes részed megnyilvánult, hogy az egyik, mondom, ilyen szempontból egy szabályozott valaminek tűnik, a másik meg egy ilyen őrületnek, de aztán végignézve a pályádat, meg talán nyilatkoztad is valahol, hogy azért te szerepekben sem ezt a nagyon merev határút kerested, vagy nem azok találtak meg talán. Igen, vagy hát attól függ, mert minden szerep merev határú, de valóban azért nekem kell, tehát jobban érzem magam az olyan típusú szerepekbe, amikben azért vannak érzelmi amplitúdók, tehát hogy... Vagy valami szabad mozgástér, én azt éreztem. Igen. De volt olyan szereped, ami ez a nagyon merev, nagyon egyfajta konkrét módon szabadot eljátszani, és hogy, tehát hogy valóban nehezebb neked, hogyha nincs szabad mozgástér? Hát, vagy inkább az, amikor beparáztatom magam, hát ugye a színészeknek borzasztó paráik vannak, és az egyik ugye ez a szöveg, és például például a verses szöveg, attól például nagyon parázom, és hogy öregszem egyre inkább, de hát tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Mert ezt mindig megbeszéljük a kollégákkal, hogy ez a szövegpara, ez egy borzalmas. Igen. Az ember nyilván azt szereti, a színpadi ember, az etalon, amikor szárnyalsz a színpadon és flóba vagy, csak az nem tud minden este lenni. És akkor ugye ez a szorongást ez okozza, hogy vajon ma melyik, mit dob a gép? Mert hát egyszerűen tényleg van olyan, hogy egyszerűen jön egy sötét. Egyébként a te származási családodat szokták talán a leggyakrabban emlegetni, ugye a hihetetlen nagy nevű felmenőket. Voltunk is ugye olyan közös esten, ahol ez így fölmerült, inkább vicces sztorikat meséltél, én nagyon jól szórakoztam, ugye, hogy nálatok még a tárgyaknak is jelentősége van ez a, nem tudom, mit mondta, hogy a nagymama ezt a csészét fogta, amikor nem tudom, mi történt, nagyon szórakoztató volt. Tehát ennek van egy ilyen nagyon felemelő, büszkeséggel teli része is, meg nyilván egy óriási alap, egy hozadék, de mivel, hogy most erről a témáról beszélünk, hogy milyen nehézségei is vannak annak, hogy honnan származunk, milyen családból jövünk, én mindig azt látom, hogy a nagyszerű szülőktől, felmenőktől származó gyerekeken van egy óriási súly, mégpedig az, hogy őnekik is illene nagyszerűnek lenni. Tehát, hogy azért ebben a családban így azt elképzelni, hogy nem tudom,
most nem, ma nem mondtam valami szakmát, de hát onnantól kezdve az a réteg utána minket. Tehát, hogy olyan nagyon hétköznapi vagy középszerűnek lenni, olyan, mintha elvárásnál, hogy talán azok ne legyetek. Nem hiszem, hogy kimondott dolog ez, hogy legyetek különlegesek, de mégis azért van egy ilyen húzó ereje ennek, van, nem? Abszolút, igen. És pont most gondolkoztam ezen, ugye, hogy amikor kicsi voltam, nyilván ugye már a neveltetés is, hogy akkor ugye mindent zongora, izé, balett, nem tudom, tehát ugye van, és akkor nekem már elég hamar, mondjuk nagyon hamar élsportoló lettem, versenyeztem, ilyen ritmikus sportgimnasztikában, és akkor ott nekem már tök hamar kiderült az, hogy az idegrendszerem nem feltétlenül bírja ezt a fajta nyomást, mert voltak ilyen furcsa tüneteim, alva jártam, meg hangokat hallottam, meg minden, és akkor végül is az volt, hogy ki kellett venni az élsportból. És most álltam meg pont ezt a régi... Annyira akartad, vagy így érted? Nem, hanem szerintem egyszerűen annyira sok volt, amit zongora óra, hát tud, ez a neveltetés, hogy ugye az ember mindig pusolni akarja a gyerekét, és nekem is anyaként ez nagyon nehéz, hogy de jó lenne, ha ezt is tanulna, meg azt is tanulna, és akkor úristen, de egyszerűen nem fér bele ennyi a napba, meg a kis életébe, és akkor ez ilyen, nekem is ez folyamatos gond, hogy mennyit nyomjak a gyerekemre. És úgyhogy, tehát én már elég hamar megtapasztaltam azt, hogy bár én ilyen, én azt szeretem, hogyha pusolva vagyok, meg le vagyok terhelve, tehát én igazából ezt a fajta ideg érzékenységet rájöttem, hogy én azzal tudom inkább kompenzálni, hogyha ezt így elnyomom, és a munkába rakom bele, mint hogyha hagyok ennek szabad teret. De azért ezek szerint a tested ott jelzett? Igen, tehát ott azért valami volt. Igen, valami volt. Vagy hát a fenet, ugye ez most már nem fog kiderülni, lehet, hogy valami tök más volt is igazából. De igen. És erre mennyire reagált elfogadóan mondjuk így a családi környezet, hogy na akkor ennyit nem szabad erre a gyerekre? Vagy hát mondta azt, hogy nagyon, és akkor én voltam kikészülve attól, hogy nem megyek többet edzésre. Uh-huh. Szóval inkább nekem volt rossz. És ez megmaradt, ez a szigorúság magaddal szemben, hogy így azért nem örülsz, hanem bírsz annyit? Igen. Uh-huh. Borzalmasan gyűlölöm az ilyesmit. De így mondasz is magadnak dolgokat? Tehát, hogy így... utálkozol magadon? Igen, igen, persze. Persze. Természetesen. Mondjuk valószínűleg sokan mondják. Nem bírom, én azt sem bírom, hogyha valamin fáj. Tehát én megőrülök, tehát én... Mondjuk mit mondasz a térdednek, ha fáj? Hál' Istennek nem fáj, tényleg. Akkor jó kérdés. Nem, de tényleg, tehát hogy mondasz valami olyan tipikus, ilyen belső hát monológot, ami... Nem, hát hogyha véletlenül az van, hogy lebetegszem, hál' Istennek ritkán fordul elő, de hát akkor először kikészülök, és akkor utána pedig szépen elfogom, és akkor azt mondom, hogy akkor ez most meg kell állni. De hát nyilván most azért egy nagy tanulás volt itt a Covid alatt ez a padlófék, amit itt nyomni kellett, úgyhogy azért... De most ezt el tudtad viselni? El. Azt tudom, hogy nagyon sok gyümölcse is volt ennek. Igen. Kreativitást hozott belőle. Igen, abszolút, igen. De meg jót is tett, tehát tök jól tudtam most újraindulni, meg minden, de hát nagyon tudatosnak kellett lenni. Hát azért először tényleg sokkoló volt, hogy... Engem nagyon érdekel az az időszak, és szerintem mindenkit, hogy amikor egy fiatal színésznő, egy szép, fiatal, szőke, tehetséges színésznő, tehát bekerül ebbe a forgatagba. Ezek nyilván sztereotípiák, mert csak így elképzelni tudjuk, hogy milyen lehet bekerülni ebbe a körforgásba, de automatikusan megjelenik egy olyan erős verseny, vagy harc, vagy hogy mondjam, tehát hogy így a szerepek, minden filmből ezt tapasztaljuk, hollywoodi történetekből, egyebekből, hogy azért ez egy elképesztően kemény műfaj ilyen szempontból, hogy megkeresni azt, mert nagyon nehéz, ugye most az elvárásokról beszélünk, hogy vajon milyennek kell lenni, mit kell ahhoz tenni. Nehéz eldönteni önmagában ugye az, hogy valaki szép, az nyilván nem elég, önmagában az, hogy tehetséges, kérdés, hogy mikor elég. Most hagyjuk is, hogy az, hogy hátszél, nem hátszél, hogy kicsi vagy, magas vagy. Tehát, hogy valahogy azt megragadni, volt-e ebben kapcsolatban mélypontod, hogy kerested, hogy na most akkor milyenné kéne vagy? Hát egy ilyen 10-15 év mélypontod. Akkor erről a rövid szakaszról egy picit.
Mesélj, mert ez annyira érdekli szerintem az embereket, hogy hogy van ez, így nagyon ijesztőnek tűnik. Tehát őszintén megrémülnék, hogyha mondjuk egy ilyen világba kerülne mondjuk az egyik lányom, vagy nem. Tehát hogy így félteném, hogy atyaisten, mennyi elvárásnak, kihívásnak. Tehát ha így nézzük, akkor ez a szakma, ez egy folyamatos mélypontokból is állhat. Tehát itt nincs egy megérkezés igazából. Tehát az nagyon kevés, az is inkább csak kívülről tűnik, úgy mondjuk, hogy nyilván úgy tűhet egy-két színésznőről, hogy ott van az X színházba, és akkor ő játsza mindig a főszerepeket, de ő ezt nem úgy éli meg, ő se, mert ő meg akkor azt mondja, hogy de közben meg ezért nem kapta meg a nem tudom mit, meg azt a filmet ő mégse ő kapta, tehát hogy nincs vége, tehát hogy annyi mélypontot meg frusztrációt szedhetsz össze, amennyit csak szeretnél. Ha így akarod nézni. És te hogy bevezel, hogy így keresed ezeket? Vagy? Én nem, én egy ideje nem, de hát ez nyilván kellett egyfajta az, hogy mégis, tehát az önbizalmamnak lett egy akkora adag tápláléka a koncertezésből, amiből itt tudok nassolgatni, hogyha problémám van. De ez akkor hát, egy ilyen pótláb is? Tehát tulajdonképpen azért, hogyha meggyengít egy kicsit a színészi hivatásban tapasztalt bármi, vagy akár csalódás, vagy ne, akkor ahhoz... Abszolút, tűz... abszolút, igen. Tehát az tényleg... De mondom, nekem úgy kezdődött, tehát, hogy a megfelelés, hogy a nagymamámmal éltem én, már elég fiatal koromtól, és aki hát egy csodálatos művésznő volt, de én imádtam, és nagyon-nagyon jóba voltunk, de azért két generáció, tehát engem az a fajta, amiben ő művésznő volt, mert ő előadó művész volt, verses esteket csinált, tényleg isten ilyen, de engem az rohadtul nem, tehát én meg nem bírnám, egyáltalán nem is ki tudtam magam ilyesmibe elképzelni. És akkor jött a felvételi, hogy akkor azért még nagyon az volt, hogy a színművészeti, akkor még főiskolára, ha nem vesznek fel, akkor nem leszel színész nagy valószínűséggel. És akkor az volt, hogy ő egyszer csak jött egy ilyen dossziéval, hogy rá volt írva, hogy Borbál a felvételi anyaga, és ő összerakta nekem az aranyballadákat, meg a mindent. És akkor azt kikérdezte, és az volt, hogy így a torkomba, hogy én nem ezeket akarom, de közben nem tudom, mit akarok, mert azért annyi eszem meg öntudatom még nem volt, hogy én tudjam, hogy mit akarok vinni a felvételire, nem voltam egyáltalán öntudatos, meg tudatos ebben, és ez szörnyű volt. Tehát ez 18 évesen? Tehát rögtön érettségi? Igen. És ez egy tipikusan olyan helyzet volt, amikor az elvárások szorításában én elvéreztem, mert nyilván nem is vettek fel, de hát azt éreztem, hogy én egyáltalán nem az Ács Klárát szeretném elmondani, mert egyáltalán nem szeretnék ilyeneket elmondani. És azt ők hogy fogadták? A család? Hát ott volt egy ijegység azért egy ideig, hogy velem mi lesz, és akkor nyilván egy hosszú-hosszú időszak volt, amíg hát azért azokat a gyanús alternatív társulatokat, ahol én akkor évekig játszottam, azt azért nem volt olyan egyszerű lenyomni a család, és főleg a család barátai, ugye, akik azért nyilván azt gondolták, hogy majd ugye itt mondtad, hogy hát a híres felmenőknek a kisunoka, aki mindig is olyan kis tehetséges volt, meg kis szépen zongorázott, meg kis szép szőke volt, meg szépen énekelt, meg szépen ritmikus sportgimnasztikázott, meg olyan aranyos volt, és akkor, de hát és akkor az mi, és akkor ott, és, tehát hogy az rémes időszak volt ebből a szempontból, de... Mérgesek voltak, csalódottak, szóval, tehát ugye... Hát... Inkább szerintem én azt gondolom inkább, hogy a nagymamám szerintem csalódott lehetett, igen, azt gondolom. Szerintem a szüleimnek azért elsősorban inkább szerintem az volt, szerintem a szülőnek az azt gondolom inkább, hogy csak legyen valahogy boldog, nem? A gyereke, mármint, hogy a normális szülő, mert azért tudom, igen, hogy, ezt akartam mondani, hogy egy hogy sok olyan szülő van, aki nem bírja elviselni, tudom, hogy vannak ezek a dinasztiák, azért sok ilyen ismerősöm van, aki ebben a nyomásban elvérzett, hogy ő is orvos kell legyen, és tehát, hogy nagyon sok ilyen rém történet van. De hál' Istennek azért engem hagytak. Tehát mondjuk az például nem volt, hogy akkor azt mondják, hogy akkor nem kapsz apanást, vagy nem tudom mi, és akkor csináld ezt, vagy azt, és dolgozz. Tehát, igen, hogy hagyták, hogy én bohóckodjak. Hát, vagy ki van. Szerintem bíz. Igen, hát igen. De látod azt mondani, hogy bohóckodni, tehát, hogy nyilván az ő értékrendjük, vagy elképzelésükhöz képest, ez lehet, hogy azért tényleg egy merőben alternatív irány volt, hogy elindultál, de én inkább így értettem, hogy nagyon sokat
elemezgetjük ezt a könyvben is, hogy ez egy nem feltétlen mindig tudatos dolog bennünk, de egy nagyon erőteljes késztetés, hogy a szüleink, nagyszüleink, tehát hogy a fontos felnőttek számára örömteliek legyünk, a kedvükre valók legyünk, tehát hozzuk azt, amit várnak, hogy azt lássuk rajtuk, hogy igen, ezt szerettem volna. És én így értem ezt a dolgot, hogy magadban hogy tetted ezt így helyre, mert ezt értem, hogy aztán utána engedted. Sehogy, hát én a mai napig, hogyha jól sikerült az előadás, vagy akkor felnézek az égre, és akkor mondom, hogy na, vagy látom, hogy kisüt a nap, amikor megyek, akkor azt mondom, hogy ezt nagyanyám küldte, hogy jó legyen. Hát ő meddig folyamatos kommunikáció. Egyébként? Hát a krétakör még úgy nagyjából elcsípte. Uh-huh. Akkoriban halt meg, 2000, nem is tudom, 4-ben. Látod, most nem tudom, hányban halt meg. Igen. Az kavar föl, hogy mert látom, hogy ő így nagyon a szívedhez közeli. Nagyanyám. De ő büszke, úgy ment el, hogy ő büszke volt? Azt érezte, hogy szerintem már igen, szerintem, igen, mert szerintem talán igen érezte, hogy azért jó lesz, igen. Igen? Igen. De hogy magadnak akkor ilyen értelemben nem is megbocsátottad, azt nem szerettem ezt a szót, hanem hogy el tudtad fogadni, hogy ez a... Hát ez nem is kudarc, inkább azt mondom, hogy ez a próbálkozás, a felvételi, hogy ez miért nem volt a tiéd, vagy pedig úgy tetted elmaradva, mint egy... Hát nem csak az volt kudarc, hát nekem azért az hosszú évekig, tehát én nagyon nehezen találtam meg magam, mint színész, és nagyon sokáig teljesen értetetlen volt, hogy én miért akarom, ezt annyira féltem. Tehát én nagyon nehezen bontakoztam ki, és találtam meg magam a színpadon. És ez még mindig tudok olyan helyzetbe kerülni, amikor ami nem az enyém, és akkor abban nagyon el tudok vérezni a mai napig. Tehát, hogy nem, nyilván egyre kevésbé, mert hát rengeteg rutinom van most már, de tehát ez nagyon sok év volt nekem, ami azért nagyon-nagyon frusztrált volt. És hát amit kérdeztél az elején, már elkanyarodtunk ez a verseny, hogy azért ez tényleg kemény, mert én nem vagyok egy versenyző típus, engem igazából nem inspirál a versenyhelyzet. És, hanem blokkol? Igen, nem, hát blokkol, igen. Tehát nem szeretem. Én azt szeretem, én olyan helyzetből tudok jól teljesíteni, ahol nekem bizalmat szavaznak. Tehát ahol frusztrálnak, akkor én ott annyira le, főleg fiatalon, én annyira lefagytam, hogy én ezt kész. Tehát meg se tudtam szólalni. És akkor plusz még mondjuk volt egy olyan partnerem, vagy egy-két olyan típusú színész mondjuk abban a produkcióban, aki ez a nagyon törtető, akkor engem az egyáltalán nem inspirált. Tehát engem mindig az inspirált, hogyha azt mondták, hogy ez jó, és ez jó, és akkor abban megszárnyalni tudtam egy pillanat alatt, de teljesen váratlanul, mint egy másik ember lettem volna úgy. Tehát ugye nagyon fura végletekben. Szakmai megkövetelné pedig ezt a versenyszellemet? Tehát azok érvényesülnek, akik... Hát nem tudom. Nem tudom igazából, mert nem feltétlenül, mert azért... Mondjuk te például ellen példa vagy akkor, tehát hogy így is... Nem ismerek azért sok olyat, aki tudom, hogy nagyon ilyen törtető, és azért mégse alakult úgy a pályája, szóval szerintem nem feltétlenül, de azért biztos, legalábbis az, hogy bírni kell, az biztos, mert azért hát sokféle emberek vagyunk, és pont egy darabot végigpróbálni és játszani estéről este, az egy annyira érzékeny dolog, hogy ott tényleg egyszerűen ez, aki olyan típus, mint én, az úgy le tud fagyni egy olyan gesztustól, ami, tehát hogy ez ilyen nagyon, nagyon fura. Meg hát tudom, ettől sokat szenvednek mások is ezen a pályán. Hát igen, meg azért ez szólhat erről is, amit mondtam, hogy egy ilyen származási család, ahol már mindenki nagyszerű, ott esetleg érezhetem magam kicsinek, vagy ebben növök fel, és ugye azt érezni, hogy elég nagy vagyok el. Tehát ugye ezt az ember akár újra is hát élhet, igen, így. Is de hogy mondja, és akkor csak visszacsatolva, hogy ugye az, hogy a zenekarban viszont én vagyok elől, az nyilván, tehát hogy valószínű, hogy nekem például ez egy tehát lehet, hogy velem van a baj, és igazából, de közben meg nem, mert azért nagyon sok olyan darab van, ahol nagyon sok színésszel játszom együtt, és csodálatosan érzem magam, mert és nem is nagy szerepet, tehát hogy nem gondolom azt, hogy én egy ilyen csak főszerepet elviselő típus vagyok. De hogy mondod, hogy ennyire sok félelem, meg ennyire sok belső küzdelem volt benned, meg talán van is,
így a színészettel kapcsolatban, az soha nem merült föl benned, hogy ezt esetleg nem saját belső vágyból csinálod, hanem azért, mert például a nagymamádnak a mintája, vagy az ő elvárásuk, álmok veled kapcsolatban, tehát hogy ebben biztos voltál mindig, hogy ez a saját álmod. Képzeld el, hogy igen, de annyira fura, mert mondom akkor is, amikor tényleg azt éreztem, hogy meghalok, hogyha fel kell mennem a színpadra, annyira félek, és mégis azt éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni. Tehát ez nagyon fura volt. És akkor pontosan mitől akartál meg? Tehát mire vonatkozott a félelem ez? Hát arra, hogy ki kell állni az emberekkel, és el kell mondani a szöveget. Tehát konkrétan mindenre, ami ez a szakma. Ez egy jó kezdet hozzá mindenképpen, és tulajdonképpen színpadon állsz, folyamatosan vagy énekelsz, hogy szerepelsz, ez csodálatos választás. Jó, de azért elég jól megugrod ezeket a dolgokat. De egyébként én azt is látom, hogy pont ebből fakadóan, hogy ennyire sokszínű vagy, én nagyon sokféle szerepben látlak, és egyébként pont ezért érdekes, hogy sokszor azt hiszik az emberek kívül önazonosnak, ami nagyon következetes. Ami például arról szól, hogy egy színészt megismernek egy bizonyos karakterben, és általában hasonló karaktereket játszik. Miközben azért olvastam sok ilyen életrajzot, hogy ennek azért nem feltétlenül örülnek a színészek, ugye, amikor egy skatujába bekerülnek, és nem konkrétan az, hogy egy szerep ragad rájuk, konkrétan egy valami híres szerepük, hanem egy karakter rájuk ragad, és azért az úgy nem egy nagy mozgástér. De nálad óriási a paletta, nem? Tehát, hogy így azért az őrült, a laza, a bolondos részed, amit mondta, hogy bóckodok, vagy nem. Az áldozat szerepeim azok nagyon jók. De az egészen drámai. Sőt, igen. Hát ugye szerintem arról mondj már két szót, hogy most egészen frissen. Hát igen, most ez az Apád előtt nevet köz, ugye a Péter Finovák Évának a... Hát ugye ez 6 vagy 7 konkrét történetből összegyúrt regénye végül is, tehát gyakorlatilag minden, ami történik benne, az valakivel valóban megtörtént. És ugye ez végül is egy történet, tehát egy nagyapa, nem, mert rengeteg szereplő van benne persze, de ugye egy kislány, egy unoka és a nagyapja, amit ellene abúzust elkövetett, ugye ennek a története. És akkor ebből csináltunk egy ilyen duodrámát végül is, egy Pataki Ferenc nevű kollégámmal, férfi színésszel, Tasnádi István rendezte, aki ugye meglepő, mert ugye ő úgy volt, hogy színpadra alkalmazza a szöveget, ugye én a terápiánban dolgoztam a Tasival, azt is ő írta, meg hát a Krétakörbe, kb. Gyerekkorom óta, tehát nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, és annyira elkapta őt az anyag, miközben csinálta nyáron, hogy azt mondta, hogy ezt ő akarja megrendezni. Tehát nem bírta elengedni. És hát annyira nem bírjuk, hogy most röhögök, mert egyfolytában megy a messenger, tehát most tegnap volt a premier, de én nem bírjuk lerakni ezt, meg hát ugye jönnek a visszajelzések. Úgyhogy hát ez egy borzasztó, felkavaró és megrázó szerep, és meg nekem egy nagyon, nagyon nagy élmény, mert én így... Nekem kicsit olyan, mint egy ilyen pszichodráma, mert én így a saját kislányomat játszom el benne, vagy nem tudom, hogy a saját magam kislánykorát, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mert nem egy kislányt játszom, de végül is mégiscsak egy kislányt megjelenítek, és hát nagyon, tényleg nagyon megrázó. Valahogy azt érzem tényleg, hogy úgy minden nőért, vagy minden nő nevében, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De hát nagyon nagy élmény, és hát az, hogy ennyire üt, az meg még inkább nagy. Hát meg azt gondolom, hogy ebben benne van az, amit hát le is nyilatkoztál több helyen, hogy azért az áldozatiság, az benne volt a te életedben is. Olyan értelme, hogy ugye párkapcsolatokban mondtad, hogy voltak mellényúlásai. Ja, hát igen. Igen, igen. Hát meg szerintem nekem valahogy a lényemben is benne van, nem tudom. Tehát szerintem én szerettem áldozat lenni, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez közel állt hozzám. Tehát kamaszlányként, hogyha nem voltam, akkor kiprovokáltam. Tehát, hogy... Hogyan? Hát, hogy akkor valami lehessen sírni, vagy szenvedni. Tehát, hogy olyan volt, mintha készültem volna ezekre a szerepekre, vagy nem tudom. Hát, hogy aki, igen, valahogy... Most persze az áldozat, az tök... Több mindennek lehetsz az áldozata, hát most
de hogy én ezeket nagyon kerestem magamban, és hát hál' Istennek, hogy színész vagyok, hogy ott tudok ezzel most már foglalkozni, lehetőleg is nem a magánéletben. De hogy úgy kerested, hogy lehessen sírni, hogy magadat sajnálva lehessen sírni? Igen. Tehát, hogy valahogy megéld ezt, hogy nem eléggé szeretnek, vagy jól szeretnek téged. Igen. De hogy ezt aztán minden kapcsolatomat tönkretettem ezzel. Ja, hogy úgy érzed, hogy te tetted tönkre? Hát most azért friss ez most, mert készül rólam egy könyv, és akkor ugye most nagyon sokat kell visszaemlékeznem arra, amire egyáltalán nem emlékszem, semmire nem emlékszem, és akkor úgy vissza kell emlékezni a gyerekkoromra, kamaszkoromra, egy csomó minden. És akkor rengeteget röhögünk a lányjal, akivel ezt írja ezeken a kamaszkori kapcsolataimon, hogy tényleg, tehát annyit drámáztam, hogy hát ez nincs fiú, aki azt elviseli. De hát közben azóta annyi ilyet látok fiatal rokonaimnál, és akkor mindig mondom, te ez a lány nem színésznő akar lenni, és akkor mondja, hogy de. És hogy már felismerem a hisztériát. De olyan érdekes, hogy most ez átfordult, mert most úgy érzem, hogy ezt magadra veszed, hogy hát egy ilyen karakterrel, egy ilyen színésznői karakterrel nem lehet együtt élni, hogy te romboltad le a kapcsolatot. Mert korábbi ilyen interjúból nekem inkább az derült ki, hogy nem, hanem hogy nem jó partnereket választottál. Ja, hát később, tehát, aztán már nagykorunkban, igen, most ez kifejezetten a kis igen, az elejéről beszélek. Hogy ott azért is van a Drama Queen feliratú gyűrűm, hogy mindig emlékeztessen rá. Persze. És ezt kitől kaptad? Ezt magamnak vásároltam, kérlek szépen, Brooklynban. Micsoda reflexió, ez mondjuk fantasztikus. Rá van írva, hogy fake tears, meg hogy real bitch. Még az is. Tökéletes. Így, hogy magadnak, szerintem ez így nagyon... De hogy hát aztán jön az ihlet, akkor gyorsan nézem, hogy... És akkor ez így figyelmeztet? Igen. Nem, de hogy később miért választottál ilyen partnereket? Tehát most a fiatalkorit azt értem, hogy ezzel az érzelmi túlterheléssel. Csak kíváncsi vagyok arra, hogy érzed a kapcsolataid alakulását, hogy azért fordultak így, mert hogy te sok voltál mondjuk, vagy nem tudom, ez a dráma sok volt, vagy tényleg van benne egy ilyen, amit mondtál, hogy te egyébként is magadat állandóan rugdosod, és ha valamit nem jól, akkor szapulod magad, és azért megkerestél olyan helyzeteket, ahol egyébként mondjuk nem jól szerettek téged, vagy annyira azért nem támogattak. Hát biztos ez is lehet, de hát... hát nem tudom, meg szerintem nyilván jobban vonzódom a furcsa, bolond, őrült emberekhez. Most, hogyha furcsa, bolond, őrült emberekhez vonzódik az ember, akkor hát azért azért ott sok a probléma. És akkor, amíg még én is tele voltam frusztrációval, szorongással, akkor ugye nyilván akkor már, és még a párkapcsolat is frusztrált, szorongató, nem tudom milyen, akkor abból nyilván az egyetlen menekülési kiút a hiszti, meg a sírás, zokogás, meg a nem tudom. Nem, megmondom akkor, hogy mire gondolok egész konkrétan, hogy olyan szép volt, ahogy írtál a házasságodról, a párkapcsolatodról, hogy milyen jó dolog ebben a szövetségben lenni, hogy egy téged támogató partnered van. Tehát ugye a gyermeked édesapja, aki nem csak otthon, tehát ugye az életben, hanem hogy a pályádon is. Tehát, hogy akit szívből drukkol neked, inkább így fogalmazom, ez talán így egyszerűbb. És valahogy azt éreztem, hogy ez neked annyira jó, hogy ezt meg tudtad találni a téged támogató férfit, hogy mint hogyha ebben nem ilyenek lettek volna. Azért kérdezem, mert ugye sokat foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, hogy ugye a modern nő, és az, akinek van ugye karrierje, és hogy ugye ez egy óriási társadalmi probléma, hogy rengeteg férfi számára ez ugye nehéz, de nagyon sokat nyilatkozol is a nők helyzetéről, és én így értettem, hogy azért rengeteg nő panaszkodik arról, hogy nem mer egy bizonyos szintnél sikeresebb lenni, mert hát ugye az nagyon az rossz persze, néven veszi, tényleg akár szép. De azt igazából még a szóval az nagyon-nagyon kevés az a férfi, aki ezt jól bírja. Én azért ezt figyeltem meg. Tehát még a leg jobb fejnek, és legnyitottabb, és legvagányabb férfiakat is meghúzza, ez olyan érdekes. Vagy legalábbis nekem, én ezt látom. Látom néha az ellenkezőjét is, de mivel azért nem látunk bele mások életébe, azért az lehet, hogy csak kívülről tűnik úgy. De
Hát ez igen, ez nagyon nehéz, de hát nekem egy ilyen, tehát volt egy tényleg, amikor ezt kimaxoltam, de ezt a fajta férfit tényleg, aki, de hát az ugye az egy bántalmazó kapcsolat is lett arról, az akkor évekkel ezelőtt sokat nyilatkoztam is, de ott ugye tényleg konkrétan az volt, hogy miért veszem le a színpadon a zakómat mondjuk, meg hogy miért csókorozom a partneremmel, amikor a darabban az a szerepem, tehát hogy az a fajta őrület, amiben csak tényleg utólag csodálkozol, hogy nem mondtad abban a pillanatban, vagy mondtam, hogy ja, bocs, akkor azért, de hogy... Igen. De ez egy ilyen féltékenység elvegyes dolog is, akkor hát nyilván... Hát féltékenység, persze, és akkor meg hát nyilván minden frusztráció, meg minden. Hát meg a sikered, mert tényleg azért azt kell nézni, hogy te egy nagyon erős csomagot képviselsz, tehát azért tényleg azt gondolom, hogy itt még csak nem is erről a két nagy csomagról beszélünk, hogy színésznő és énekesnő, hanem hogy te ilyen közéleti emberként is, nem véletlenül íródik rólad könyv, mert nem mindenkiről íródik. Tehát, hogy így azért nagyon meghatározó vagy, és hogy azért ahhoz tényleg egy férfinak kell lennie, hogy ezt jól viselje, és ne érezze azt, hogy ilyen értelemben az árnyékod van. Hát igen, de én egyébként, tehát hogy olyan fura, mert sokszor azt érzem, hogy végül is... Sokszor minden sikeresebb egy ember, annál könnyebben marad magányos, most nem feltétlenül csak párkapcsolatban mondom, hanem akár a család, vagy a rokonság szempontjából is, mert nagyon nehezen bocsátják valahogy meg az emberek, ha valaki azt csinálja, amit szeret, és még abban sikeres is. Van egy ilyen érzésem, hogy valahogy tényleg olyan furán leverik az emberen ezt sokszor, pont azok, akiket igazából szeret, vagy akik körülötte élnek. Tehát, hogy könnyebben fogyasztható lennél, ha egy kicsit te is szenvednél, vagy hogy mondjam, te is az iga alatt meghajlanál? Igen. Hát ráadásul ugye van még egy dolog, amit nem említettünk. Egyébként ez is lehet akár teher, mert hogy én tényleg azt érzem, hogy mi nők azért szeretünk ilyen ideálokat támasztani. Egyébként remélem tetszeni fog a hasonlat, az jutott eszembe, hogy nekem ilyen kicsit ilyen J-Lo-s érzéseket hozol abból a szempontból, tudod, hogy így... Egyidősek vagyunk még. Ja, egyidősek vagytok? Ja, ezt így nem tudtam. Nem, inkább csak ilyen értelemben mondom, hogy igen, te tudod, hogy ez a dinamizmus, a tánc, az ének, és hogy ez az örök fiatalság. Tehát, hogy pont az a remény, én azt gondolom nőként, az hihetetlen erőt ad a nőknek, hogy nem kell valahogyan korosodni, nem kell ebbe beletörődni, ami ugye hát egy óriási szorongáskeltő tényező, hogy a nőnek nehéz megélni életkorokat, és... elveszíteni élet lehetőségeket, főleg a te szakmádban, énekesnő, színésznő, tehát ott szerintem biztos, hogy sokkal erősebben felmerül, mint hogyha mondjuk az én szakmámat nézünk, mert itt, ha nem hűl el valaki 80 évesen is, ugyanazt a munkát végezheti, mint korábban. De hát, hogy ezért szerintem te egy nagy példakép vagy ilyen szempontból. Nyilván hát sokkal fiatalabbnak is nézel ki, mint ahány éves vagy. Köszönöm. Hát, ezt gondolom, ezre mondták el, mert hát nyilván azért a te fizikumod, a mozgásod, nem tudom, tehát hogy brutálisan jó fizikummal álló képessége. Tehát most ezt őszintén mondom nőként, hogy olyan tisztelettel vegyes irigység volt bennem, ahogy néztelek a színpadon, Hogy ahogy bírod ezt a tempót, hogy nyilván hát látszott, hogy teljes flow-ban vagy, tehát hogy ez egy olyan energiatartalék, ami a jó Isten tudja még milyen kis bugyorból jön elő belőle, de hogy ez ilyen nagyon követendő példa. Nem tudom, hogy mennyire kapod meg ezt a nőktől, vagy írnak, vagy... Hát abszolút, tehát van ez a főleg ugye most, hogy nincs koncert, hogy tényleg úgy írják az emberek, hogy hiányzik ez az energia átadás, tehát... Mindig, igen, de ezt nagyon sokszor mondják, és nagyon sokan, hogy ilyen töltő állomás. Van olyan is, aki egyébként fordítva, tehát aki azt mondja, hogy már nem kéne ezt tolni, így a, mondjuk a, nem tudom, a koncerten? Vagy ilyet nem kapsz? Nem, hál' Istennek. Igen, érdekes, bennem se jelent meg, pedig milyen logikus, csak most jutott eszembe, hogy milyen logikus lenne, hogy nagyon sokszor, hogyha valaki korát meghazudtolóan abszolút, tehát te egy ilyen 20 éves kategóriaként vagy a színpadon, hogy megjelenhetne a másik is, de akkor valamit jól csinálsz, hogyha nem irítálod. Hát a trollokat, de azokkal meg ugyanett. Igen, de hogy ez egy ilyen jó dolog. Na, de ami még nagyon nehezen összeegyeztethető, és mégis neked nagyon fontos részed lett
az anyaság, hogy azért azzal kapcsolatban ugye van egy óriási társadalmi nyomás, és rengeteg nő szenved ettől, hogy ugye legyen gyerek, ne gyere, ne legyen gyerek, mikor legyen, mennyi gyerek legyen, és hogy legyen, hogy nálad is ez ugye kitolódott, és ugye ez az újabb nehéz csomag, hogy a karrier és a gyerek egyáltalán összeegyeztethető-e, és hát lám igen, de hogy ettől függetlenül, hogy rajtad ez a nyomás, hogy mondjuk teltek, vagy volt a fejedben valami, vagy a családtól jött valami, hogy azért már jól lenne gyerekem, vagy hogy volt ez nálatok? Nem, valahogy én annyira nem volt. Nem volt. Tehát nyilván bennem már így felvetődött, de tényleg ez a 30-as éveim, azok annyira ebbe a krétakör őrületbe teltek, hogy valahogy időnk se volt. És néha tényleg ilyen ott is volt ilyen vicces, hogy hozott egyszer a társulatvezetője egy ilyen döntést, hogy akinek gyereke van, annak nagyobb lesz a fizetése, amikor a férfi színészeknek elkezdett gyereke születni. És akkor álltunk ott, ugye hát összesen voltunk hárman lányok, meg a Csákányi Eszter, és álltunk ott, hogy de az mi esetünkben vajon ez hogy lenne? Hisz mi akkor ugye nem tudnánk dolgozni, és annyira nevettünk, de hát ez aztán soha nem derült ki, mert mind a hárman azután szültünk, hogy vége lett a krétakörnek, úgyhogy nem tudott kipróbálódni ez a faramuci dolog, hogy vajon ez tényleg, erre azóta is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lett volna. És úgyhogy ott az tényleg egy őrület volt, és akkor elkezdődött a zenekar, ami hát ugye ugyancsak egy őrület volt, és akkor az valóban egy döntés volt, de hát az egyszerűen ott azt egy nagyon-nagyon tudatos döntést kellett hozni, akkor azt mondtam, hogy most. És akkor én abban teljesen bele tudtam helyezkedni, tehát borzasztóan élveztem. Olyannyira, hogy utána ugye nekem inkább aztán ez a második gyerek volt a nagy kínlódás, hogy aztán azt meg már nem léptem meg. És ez miért volt nehezebb döntés a második gyerek? Mert hogy azt mondod, hogy ebben eljutott? Mert ott már azt éreztem, hogy ezt azért az már kettővel már nem tudnám csinálni. Ja. Azt éreztem, és akkor ezen vaciláltam, hogy hallgassak-e amit mindig olvasunk, hogy akkor mindenki azt mondja a halálos ágyán, hogy a gyerek volt a legfontosabb, amit az életébe alkotott, vagy pedig, ugye nem, mert mindig ez van. Nem tehát mindenki ezt mondja, de ezek hát jó, de azért ezt olvasod. Tehát ezt olvasod. Meg igazából most hirtelen én is ezt mondanám, nyilván, és akkor vagy pedig mondjam azt, hogy megtartom ezt a több tányérú libikókát, és azt mondom, hogy legyen meg végül is minden. De ez akkor nehezen dőlt el benned? Ez nagyon, a... nagyon, és akkor végül is volt egy időszakom, hogy kb. Bármikor megláttam egy kisbabát, akkor bőgtem azonnal, és akkor végül is most lett kiskutyám. És ez most nagyon jó. Hozzá azért egy kicsit. Hozzá, igen. Nekünk is lett, igen. És ez annyira tudom. Jó, nem kisbaba, de nyilván azért egy gondoskodással hát, vagyok kis. Igen, de hát imádom. Igen, és kislány. Ja, hogy akkor így a kisfiú mellett. Igen, úgyhogy valamit ebből vissza. De hát egyszerűen tényleg ezt egyszerűen el kell fogadni, hogy nem lehet mindent, szóval nem lehet mindent. Tehát magyarul itt nem az volt a kérdés, hogy kétszer ki lehetem maradni a szakmából valamennyi ideig, hanem inkább... Ja nem, azért, hát ki lehet. Hanem igen, hogy azt éreztem, hogy most még egyszer, és akkor, tehát, hogy akkor már lehet, hogy nem lenne ez az energia így, vagy nem. Tehát, hogy ott már túl sok problémát éreztem, ami már ilyen ijesztőnek tűnt. De hát simán lehet, hogy mindig örökre azt fogom mondani, hogy életem legrosszabb döntése volt, hogy így döntöttem. De ez most már így alakult. És akkor úgy érezted, hogy nem tudnál akkor ilyen mondjuk vidám vagy önmagával elégedett anyuka lenni? Igen, tehát hogy ez mindent borítana akkor, igen. Van két kérdés, amit így szeretek a beszélgetés végén föltenni. Az egyik az, hogy ha ezt vesszük, hogy az elvárások szorításában bedarálódás, vagy ha nem is az önazonosság elveszítése, de valami olyan, amit akár a múltban valahogy tettél, és nem szereted, hogy inkább hallottál
a megfelelés irányába, és nem magadat képviselted. Mondom, hála Istennek, te vagy az, akiről nem sok ilyen jut az ember eszébe, tehát inkább a másik oldala. De mégis, hogy van-e ilyen dolog az életedben, ahol akár a múltban valahogy történt, vagy akár azt mondod, hogy a jövőben szívna egy irány, de hogy ott nagyon oda akarsz figyelni, hogy ne darálódj be, ahol félő, hogy erősebbek az elvárások, vagy a benned levő megfelelés, mint az a vágy, hogy önazonos maradj. Hát az az irány, amiben soha nem indulok el, pedig folyamatos a csábítás, az nyilván ugye ez az ilyen tévés, bulváros irány, ami azért lassanként mindenkit beszipkáz, és hát engem is telt, hogy folyamatosan tényleg heti rendszerességgel a különböző ilyen műsorokba. Nem, mint hogy hívnak. Hát igen, hogy táncolj, zsűriz, főz, mazba énekel, tehát amik van, vagy hát hál' Istennek, nem látom nagyon ezeket, de hát, hogy nyilván tudjuk, és hát ugye az a furcsa helyzet van, főleg hát ebben a lassan tényleg elátkozottnak nevezhető országban, hogy azért hát művészként az ember, tehát, hogy hiába, hogy jaj, de fantasztikus, meg ennyit játszom, meg ennyit, de hát azért itt sok-sok pénzről nem lehet beszélni, és nyilván az ember azért szeretne bizonyos anyagi nyugalmat is, főleg ebbe a furcsa világba, hogy itt nem tudjuk, hogy mi lesz. És hát ez egy borzalmas nagy csáberő, mert hát nyilván, tehát, hogy művészetből nem lehet pénzt keresni, viszont a bohóckodásból meg lehet. És ez valóban nekem mindig egy ilyen kérdés, és akkor mindig szenvedek rajta, de még mindig nem csábultam el, mert azt éreztem, hogy pont ezt, hogy nem tudnék önazonos lenni, és ott olyan elvárásoknak kéne megfelelnem, ami egyszerűen nekem nem menne. Még egy utolsó kérdést fel kell tennem, mert ez annyira érdekel, ugye ez a nagymamai szál, ez annyira szerintem megjelenik mindenkinek, ahogy így téged hallgat, hogy hozta a kis összekészített csomagot. Tehát szerintem neki nagyon fontos lehetett, hogy te megtaláld a lehetőségedet az életben. Az egy verzió, hogy ő aként segített, ahogy tudott, vagy hát, ő. Hát mondom, azt akarta, hogy igen, ő legyen az ő által, igen, kitaposott úton akart segíteni, de szerinted, hogyha főleg így neki ajánlod a különböző jelenéseidet, akkor mi az a pillanat szerinted, vagy mi az a dolog, amiért ő a legjobban csodál téged, amiért a legboldogabban mosolyog onnan, hogy az én kis unokám? Hát szerintem amikor azt mondják, hogy mennyire hasonlítok rá, gondolom. Sokan, akik tehát főleg akik még látták őt színpadon idősebbek, hogy a gesztusaim, meg a egy csomó minden. Tehát, hogy a gyerek nem arra indult el, nem oda vették föl, és mégis eljutott oda. Igen, meg nem tudom, te lehet, hogy az is, nem tudom egyébként, mert ő ugye nem, nagyon nehezen, tehát ő neki a családanyaság, egy csomó, tehát, hogy ő csak azt az egy szerepét tudta igazából, szerintem élvezettel csinálni a művésznőt. És lehet, hogy büszke lenne rám azért, hogy én még másik párat még próbálok préselni ebbe a kis rövid életbe. Tehát, hogy akár csodálna téged anyaként is, no, hogy igen, szeretettel vagy igen. A gyermeked iránt. Én abszolút így gondolom, hogy én hitelesnek látlak ezekben egyébként, tehát amilyen szösszeneteket el tudtam csípni, az szerintem nagyon ritka, hogy valaki ennyi félre szerepben, és mondom, néha talán egymásnak teljesen ellentmondó, vagy ellentmondónak tűnő szerepekben tényleg, amit egyszer meséltél, tehát, hogy ott állsz egy ilyen rocker csajként, megőrülve, de aztán hazamész, és akkor hajnalban meg a gyerekkel. Tehát, hogy ezek olyan csodálatosan váltakoznak, hogy ennyire sokszínű tud lenni valaki, mert általában inkább ezt szoktuk látni, hogy valaki valamiben úgy nagyon kibontakozik, de ez azon az áron van, hogy a többi sajnos. Igen, én meg nagyon nehezen engedek el bármit. El kell sorvasztani. Igen, hát egy kicsit ezt mondjuk kivesz belőled, de hála Istennek nagyon jól bírod, úgyhogy tényleg nagyon sok sikert kívánunk neked, meg kitartást, meg ezt a csodálatos darabot meg kell néznünk, amennyire csak lehet. Reméljük, hogy nagyobb helyen is láthatunk, mert egyelőre telt ház mindenhol, minden. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ezt. És nektek meg azt, hogy végighallgattatok, és nagyon remélem, hogy többet tudtatok meg Boriról, mint amit eddig olvashattatok. Köszi a figyelmet, sziasztok!